labdarúgó OTP Bankliga kiírása szerint, ha két csapat azonos pontszámmal végez a bajnokság végén, akkor a több győzelmet szerző együttes sorolják előbbre. Magyarul, ha itt nyer a haladás, akkor akár ki is kaphat az utolsó fordulóban is nyerhet a Dunaui Város. Pont egyenlőség esetén akkor is nekik lesz a több győzelmük. Angyal át tudja venni a labdát, Hajdút becsapja, Angyal a 16-oson belül, itt a gólhelyzet, Radó megcsinálja a gólt, és mellé lövi! Aj, mekkora helyzetet hagyott ki Radó András! Ez viszont egy veszélyes helyzet lehet, és főleg így, hogy volt ott egy lökés, Kassai pedig oda mutat a 16-os előtt fél méterrel, hogy onnan jöhet az MTK szabadrugással. Nagyon szép a bejátszás, Halmosi visszateszi Radónak, Radó megint gólhelyzetben, Hegedűsvén, ott van még mindig a kipattanó, és ellövi keresztbe Gál. A második nagy helyzete Radónak, Pölöskei ellövi messziről, óriási kapufa, ott van még a kipattanó, Csiki szöktette hosszan magát. Hú, mi maradt itt ki? Pölöskei valami eszméletlen jól találta el a labdát. Csiki visszaadja Pölöskeinek a labdát, akire Devecseri húzódik ki, Pölöskei elindul befelé, Pölöskei még kitolja oldalra, gólhelyzet, kapufa, gól! Horváth kapufája kifelé pattant, Torgelle a gólszerző. 1-0 az MTK-nak, átszaladtak a haladás védelmén, azt kell, hogy mondjam, és a sok kihagyott helyzet megbosszulta magát. Horváth, jön a beadás középre, és a hosszú oldalon érkezett volna Csiki, de odáig már nem jutott el. Pölöskei, ő abból a távolságból lő, Csiki gólhelyzetben, Csiki még mellé. Így pedig, hogyha ezt berúgja az MTK, az érdekessé tette volna a mérkőzés alakulását, az lehet, hogy megrogyasztotta volna a haladást. Csiki, egyedül Torgelle van középen, Csiki egyelőre tartja a labdát, aztán ellövi messziről, jó néhány méterrel ment mellé. Na ez viszont egy jó labda, Pölöskei, Torgelle a leshatáron, Torgelle gólhelyzetben, mellé! Minden szem a partjelzőt figyelte, hogy nem volt-e les, de ezek szerint nem, Torgelle viszont mellé emelt. Ez meccslabda volt, ebből a szempontból egy-egy. Jöhet az MTK szöglet. Tián, Rózsa véd egy hatalmasat, Torgelle nem igazán jól talált el, de még így is kapura ment a lövés. És azt hiszem Tihany Olivér, közben Torgelle gólhelyzetben, Torgelle! Rózsa mit védett? Hú! Tiám rávezeti még, kitolja oldalra Csiki gólhelyzetben, vissza Tiámnak, bele a védőbe, és a másodikra már nem jut idő. Elkényelmeskedték ezt most a kékfehérek. És egy szép labdaszerzés Gerától. Gera még, ott van a megkerülős csel, Gera a 16-oson belül, bevarázsolja Torgelle 2-0, eldőlt, megnyeri az MTK mérkőzést. Gera egészen fantasztikusan csinálta, amit csinált, Torgelle pedig a második gólját lövi. 2-0-ra nyert az MTK, így visszagondolva egy viszonylag sima mérkőzésen.